A januárban bevezetett otthonfelújítási támogatást eddig majdnem 9000-en vették igénybe. Ezek a családok jól teszik, ha felkészülnek, az év második felében már drágábban építkezhetnek, mint eddig. Az építési vállalkozók újra tervezést szeretnének, hogy lépést tudjanak tartani az anyagárak emelkedésével. A szövetségük kormányzati segítséget kért a helyzet kezeléséhez. Még pihen a lapát, bontatlan a cement. Építési vállalkozók szerint ezekért az év második felében többet kell majd fizetni, pedig eddig is jelentős volt az áremelkedés. A hőszigetelés tavalyi évhez képest 90%-ot drágult, a betonacél 90%-ot drágult. A pécsi MB-Bau tulajdonosa szerint a meglódult kereslet is hozzájárult az árrobbanáshoz. Vagyis sokan akarnak építkezni, de kevés a szakember. A következmény a hosszabb vállalási idő, ami tovább növeli a költségeket. A 3 évvel ezelőtti kivitelezési idők jóval megnőttek. Amik most már a szerződések ugye lekövetnek, de amíg mondjuk fölépítettek egy családi házat 3 évvel ezelőtt mondjuk 8 hónap alatt, az most már 12-14 hónap. Tehát ez a lehetőség a gyermekes családoknak szól. A kereslet növekedéséhez az otthonfelújítási támogatás is hozzájárult, amelyet június 1-ig 8892 család igényelt. Az egy igénylőre jutó átlagösszeg pedig 1,5 millió forint volt. A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint a növekvő árak ellenére a felújításokat úgy célszerű tervezni a továbbiakban, hogy idézem, a költségek esetleges emelésével együtt is beleférjenek az 50%-os 3 millió forintos keretek közé. Ez a probléma egész évben velünk lesz. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége kormányzati közreműködést vár. Például segítséget az olcsóbb alapanyagok beszerzéséhez, másrészt részvételt a helyzet kezelésében. Kivitelezők a megkötött szerződéseknél ebből az árból nem tudnak kijönni, egyedül nem tudják kezelni ezt a helyzetet, tehát a megrendelő közreműködésekkel nem föltétlenül az ár emelésére gondolunk, vagy a vállalási ár emelésére, sok esetben a műszaki tartalom változtatásával is lehet ezt a helyzetet kezelni. Az építőanyaggyártók szervezetét meglepte a bejelentés. Egyes nyersanyagok árának drasztikus emelkedését persze az építőanyag szövetség is megtapasztalta. Az egy gyártók abban bíznak, hogy külpiacról beszerezhető fontos építési termék összetevők, tehát nyers és alapanyagok ára normalizálódni fog a következő hónapokban fokozatosan, de folyamatosan ezt figyelemmel kell kísérni. A gazdasági versenyhivatal hétfőn jelentette be, hogy piaci konzultációt kezdeményez az okok feltárása és az esetleges versenyproblémák feltérképezése érdekében.